Tehát itt a kérdés az, hogy vagyis miért a hagyma a zsírban, vagy miért a hagyma a szalonna mellé. Jó, én észrevettem azt, hogy nekem azok a dolgok okoznak ilyen rosszul vétes tüneteket, tehát mondjuk a szembeesését. És utána, hogyha eszek például hagymát, tehát fejhagymát, ha eszek például olyan zsírosabb húsokat, mint például a borda, amiken van az a rugalmas kötőszövetes anyag, ha eszek mondjuk kölest bizonyos fajta módon elkészítve, nagy cukortartalmazókat. Na, tehát mind olyan dolgok, amelyek nagy vízmegkötő képességgel rendelkeznek. Valószínűleg a porctól is ugyanígy érezném magam, hogyha azt tennék. Na, mi a lényeg az egészben? Az a lényeg az egészben, hogy ha analógiát vonunk például a mondjuk egy ilyen keményebb, kötőszövetesebb szalona és a hagyma, fejhagyma között, ugye mind a kettő egy rugalmas, de ugyanakkor szakításra nagyon jól ellenálló, és végül elszakadó anyag, szivacsos szerkezetű anyag, ez a váz, amiben, és mind a kettő tárolásra van. A hagyma is ugye tárol benne tápanyagot, úgy, mint a zsírszövet is tárol. És ugyanúgy nagyon érdekes módon mind a kettő melegítésre, ugye a fehér átlátszatlan tárolt anyag, benne lévő tárolt anyag, ugye átalakul melegítés hatására átlátszó anyaggá. Úgy lásd a szalonát, vagy a hagymát. Tehát nagyon hasonlatos a kettő. Mind a kettő egy ilyen tároló, szivacs szerkezetű, kötőszövetes, valószínűleg szilícium tartalmú anyag. Annyi különbség van a kettő között, hogy a hagymát, hogyha megfőzi az ember, akkor az teljesen oszlik, szétmálik puhára fő, például levesben, vagy sütéskor, teljesen gúl, és átalakul egy olyan anyaggá, ami már nem víztárolásra, mert nem alkalmas, és így nem is okoz mondjuk rosszul létet, a dásna hagymánál. A szalonánál viszont nem, vagy ennél a borda közti szalonás résznél ugye nem alakul át. Ott mindig megmarad a rugalmas, rágós, szivacsos. Tehát azt tudom elképzelni, hogy a hagymába, úgy mint az ananászban is van egy húsbontó enzim, fehérjebontó enzim, úgy gondolom, hogy a hagymában is van egy ilyen rácsbontó enzim, ami mit tudom, mondjuk hőhatásra például, ugye, amikor a zsírban a szalonát és a hagymát üvegesítjük, akkor az ugye feloldja a hagymának a vászszerkezetét, ezért a hagyma megpuhul, és ebből az anyagból kap a szalona is, amit mellé dobtunk, vagy az a kötőszövetes szalona is, hogy az is fel, mint egy enzim hatására, az is feloldódjon, felbomoljon, és gyemészhetővé váljon. És ez valószínűleg valami kovasavat átalakító anyag, vagy hogyha kovasav tartalmú dolog, akkor lehet, hogy ezt a kovasav által termelt szerkezetet, hiszen azt tudjuk, hogy ugye a kovasav az arra kell például a szervezetbe, hogy arra építse fel a kötőszövetet. Tehát a kötőszövet egy vázszerkezetű anyag, de annak a primér váza, ami ő is egy vázra épül, az ugye a kovasav, vagy mert a kovasav, ezt nem tudom pontosan. Tehát azt tudom elképzelni, hogy azért pont a hagymát pirítjuk ugye a szalonna mellett a zsírban, és nem az olajban, de hangsúlyozom, mert gyakorlatilag a hagymában lévő plusz enzim az el tudja bontani, vagy a hagymában lévő enzim az meg tudja támadni és fel tudja lazítani az állati kötőszövetnek a szilíciumos szerkezetét is, úgy, ahogy a sajátját is, a hagyma szerkezetét. És valószínűleg ezért kell a hagymát a szalonával elfogyasztani, és így tovább. De hogyha nyersen vesszük, hogy úgy is működik, ugye, akkor valószínűleg a nyers hagymában is ugye termelődnek ezek az enzimek, tehát a hagymában benne van. És akkor egyszerűen csak azért kell alkalmazni ezek mellé, a szövetek mellé, mint ahogy az ananászt alkalmazzák ugye a keletiek a hús mellé, hogy könnyebben emésztődjön, mert fellazítja a rostosságát a húsnak. Ugyanaz más rost, de attól függően, tehát rombolja, pépesíti, álmálasztja a szerkezetét.